Véget ért a zene? Várjátok, véget ért a zene? Jó, jó, oké. Okay. Csak nem volt rajtam a fejhallgatom, úgyhogy nem tudtam megmondani. Be kéne csuknom az ablakot, de lusta vagyok felállni. Nagyon behallatszik minden? Nagyon behallatszik, srácok? Mert ha nem, akkor, akkor túl lusta leszek, és nem állok fel. És nem csukom be. Arra jutottam, hogy ma végre felhívom a fodrászomat. Mert hogy milyen ősz vagyok, az brutál. Elfix, köszönöm szépen a 15. hónapot. Lassan, lassan. Lassan, az már más Közeledünk, közeledünk. Sziasztok, Nem hallani semmit. Nagyon szuper. Elfix, Engem sem. 1984 feliratkozott. Engem sem hallani át, Lassan, mert. lassan. Itt szépen hátrafogtam a hajamat, vagy hátradobtam a hajamat. Nem akarom, hogy lássátok, hogy milyen állapotok uralkodnak a hajamon. Meg kéne csinálnom, de lusta vagyok. Jó reggelt! kávét kérek? Of course. Ezt kérdezni kell? Aj, Linda, Linda. Drága Linda. Ezt még kérdezni kell? Szerinted meg kell kérdezni tőlem, akinek kávé folyik az ereiben? Szerinted miért ilyen színű a szemem körül? Azért, mert nem vér folyik az ereiben, hanem kávé, és kiült a szemeimre. Basszus, megvan az új magyarázat, hogy miért ilyen színű a szemem. Na mindegy kíváncsi lennék, hogy hány férfi streamertől kérdezték meg, hogy Ö, miért barna a szemeid körül? <laughs> Tőlem meg napjába kétszer. <laughs> Na, jó reggelt, jó reggelt, tessék. Köszönöm szépen. Kávé folyik az ereimben. Egyértelmű, ezért barnák a szemeim körül, ez nem smink. Amúgy tényleg úgy néz ki néha, mint egy elbozott smink, hogy, hogy lekerődött ide a szemem alá, itt a szemem tetejéről. Na mindegy, lépjünk tovább. Hogy tehát a napotok srácok? Héten egész sok mindenből kimaradtam, elmaradt két stream is. Az azért sok. Az rengeteg, két stream is elmaradt. Úgyhogy, ja, az durva. Jó reggelt, kávéslány, lennék kávéslány. Nagyon megmutatom amúgy a hajamat, szóval szegény már olyan, olyan egészségtelen amúgy, olyan egészségtelen a hajam, hogy le kéne csopolni az egészet. Látjátok, ilyen full hullámos az egész. De legalább normálisan hullámos, ott benne van az a, benne van az a kis vonalot. Na mindegy, de tök egészségtelen. Amúgy ez így, ez így az egész így mehetne a kukába, így. Ah, de úgyse fogom levágatni, lusta vagyok hozzá. Helyette inkább itt mutatom, hogy nézzétek, milyen ősz vagyok. <laughs> Helyette mutogatom, hogy milyen ősz vagyok. Telt, most kezdődik. Ennyi. Ezt már szeretem. Most kezdődik a nap. Velem kezdődik. Együtt kezdjük el. Nekem is menni kéne már nagyon. És te mit csinálsz a fodrásznál, Linda? Mármint, nem tudom, én soha nem nem, én nem, hajat vágatni megyek fodrászhoz. Jézusom, dehogy is. A fodrász, a is a hajvágás, az. Két nagyon nem összeillő dolog. Higgy nekem. Biztos, hogy nem. Én mindig nagyon-nagyon-nagyon benéztem, amikor fodrásszal vágattam a hajamat. 2012-ben voltam vella hajmodell. A 2012-es vella trendnek a hajmodellje. Uff. Uff. Nem vagy még te fiatal az őszüléshez? Hát ez a hajamnak mond? a hajamnak volt 2012-ben, tényleg amúgy 2012-ben volt először az, hogy azt mondja az én nekem a csaj tíz éve, te figyeld már amúgy, te itt őszülsz, vagy be van festve? Ah, nah, Fehére sose festettem, úgyhogy ez őszülök, tesó. Úgyhogy már 12-ben is őszültem. 72 éves. Amúgy a ja, 72 vagyok, csak jól tartom magam. 72 vagyok, csak jól tart. A, 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 szemem körül meg lehet mondani a ráncokból a koromon. Hogy a vágatom, hogy kapja a hanyirót, aztán kész jó, de ez, 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 ilyen női dolog, jó? Le kellene vágatnom, mert már nagyon rozog a állapotban. I see. Én úgy születtem, hogy van őszrész a hajamban. Na jó, az iszonyú menő, az iszonyú menő, az hú... Nekem is amúgy, a, szerintem most már úgy fogom, ö, úgy fogom festetni, hogy ezt a tincset teljesen fehérre festetem. Ezt itt, mert ez, ez már annyira őszül, sajnos itt nem nagyon látni a kamerában, mert jók a fények, vagy nem tudom de itt, itt ez annyira őszül már, hogy szinte fehér az egész. Ilyenkor látni is, az, az nem a fény miatt van, az azért van, mert ilyen színű a hajam. Úgyhogy szerintem ezt a tincset csak itt simán full kiszőkítjük, és akkor kész. Ötleteket szívesen fogadok hajnövesztő praktikákkal kapcsolatban. Ősz, és várod, hogy nőjön a hajad. A legjobb hajnövesztés, ha nem vágatod vissza. Sziasztok, srácok, amúgy üdv mindenkinek, jó reggelt! A legjobb hajnövesztési praktika, hogyha, hogyha, nem növeszted vissza, vagy nem, nem vágatod vissza a, az elizélt végeket, nem vasalod a hajadat, Egyéb, vagy ha igen, akkor gőzülős hajvasalót vegyél mindenképpen, mert az sokkal jobb a hajadnak, de amúgy mindig azt mondják, hogy jaj, neveztem a hajamat, úgyhogy most megyek, levágatom a végét, én meg így, ha levágatod, sosem nőj meg, bazd meg egyébként genetika, szóval van, akinek mondjuk ennél tovább soha nem fog nőni a haja. Szóval ez tökre genetika, hogy meg tud nőni a hajad, vagy nem. Nekünk mindegyikünknek a családban olyan haja van, hogy, hogy egy atomrobbanást is kibírna, és így úgy nő, mint a kurva élet. Ami azért rossz, mert nézd meg, hogy ez a szőkítés mennyire le van nőve például itt. Ez brutál. <laughs> Úgyhogy össze-vissza mindenféle a hajam. 15 évesen felül, de bemelíroztam. Ja, én is. Um, 12-ben már ősz voltam egy picit. Szóval voltak már hosszú hajszálaim 12-be. 12-be voltam 17. 16 voltam még, amikor a Vella Trend modell voltam. Szóval, szóval, ja, 16 évesen már mondták, hogy őszülök amúgy olyan vagy, mint egy történelem, hogy minden, minden kis haj fackomat látni egyébként, minden festést, de nem baj, majd megyek is, akkor nem leszek ilyen boszorkányos. <laughs> szóval a 16 évesen már őszültem. Egyébként simán lehet. Minden hajszának történet van, ez így van, nézd meg ezt a tincset. Ezt látod? Ezt látod? Ez akkor történt, amikor itt, itt csőtörés volt itt előttem. <laughs> Nagyon nem, nem akar, de nagyon sokat őszültem az elmúlt három évben. Nagyon brutálisan. <laughs> Úgyhogy azt hittem így jártam, de igazából nem bánom. Csak akkor már normálisan őszüljek. <laughs> normálisan őszüljek. Amikor itt, itt hátra csapom a hajamat, rengeteg őszhajszállam sokat stressz Ez genetika is, hogy őszülök, mert anyukám is nagyon fiatalon kezdett őszülni meg a stresszes gyerekkor is rátesz arra, hogy elég szar gyerekkorom volt, ami amúgy nem olyan szar, mert tök király, meg Tök király lettem ahhoz képest, nem is vagyok annyira elbaszva, mint gondolnátok, hogy el lennék, ha elmesélném. Szóval, na mindegy, nem volt egyszerű, úgyhogy lehet, hogy azért is, de genetika is, hogy őszülök egyébként. Nem jut elég melanin a hajamba. Mm színpigmentek, babús kasztályos. Rá, 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 rá lavarra, Nem? Csak nem bepasíztál, el, attól is hamarabb őszül az ember. Szerintem nincs sok összefüggés benne. Lehet a sok beszéd energiát vesz ki. Csak pár éve beszélek ilyen sokat. Előtte nagyon szófukar voltam. Szerintem előtte egy hónap alatt nem beszéltem annyit, mint manapság egy nap alatt. Azért a férfiak nem ilyen stresszesek. <laughs> nem, szerintem sem. Szóval ez ügyesség, nem az miatt. Hát, figyeljetek az életben. Az életnek sok aspektusa van, amit valakit stresszel, valakit nem. Amúgy a chat miatt őszültem meg. Látjátok ezt az ősztincset? Ez például akkor született, amikor kibanoltam a Jóska 942-es gyereket. Ez akkor történt, amikor rám írt a Zsolt, hogy nem köszöntöttem fel a szülinapján. Ez még mindig a kedvencem. Zsolt 9510. Köszi, hogy felköszöntöttél 14-én. Mondom, oké, okay, én nem ünneplem a Valentin napot, de akkor boldog Valentin napot neked. Azt sem tudtam, hogy ki az. Én akkor beszéltem vele életemben először Discordom. Erre írja a gyerek. Akkor volt a szülinapom. Mondom, akkor boldog szülinapot utólag, Jó. -hú elfelejtetted a szülinapom. nem is tudtam a szülinapodat, baszki. De hát ott volt a, a, a twitch nevemben a születés, vagy ott van a nevemben a születésnapom. Mondom, ne arra, hogy de a 95-10 az nem dátum. De a Twitch-es nevemben van ott. Nem is volt összekötve a Twitch a discorddal, és így. What? What? Én miért is írtam neki vissza? Szóval, ilyen ja, Ilyen, kér, nagy kérdőjelek mindenfelé, hogy javíts el elő elő, őt mindenkinek srácok. Inkább lennék idővel ősz, majd, mint kopasz, így férfi szemmel. Szerintem az ősz az tök sármos. Nőkön annyira nem, csak a szépen van megcsinálva. Várj, hogy valaki is boldog napot, Zsolt. Azóta minden február 14-én eszembe jut, hogy Zsoltnak születésnapja van. Szóval valamit jól csinál, Zsolt kilenc napja volt a szülinapom, miért nem köszöntöttél fel, elfelejtetted? Ja. <laughs> ja. Még a napot is elfelejtetni, ha na jó, azt nem. Azt nem, az őszhajszálak hajszálak emlékeztetnek. Nem csak erre szülinapod van, tesó. <laughs> De miért is mentem bele ebbe a beszélgetésbe 95-10? Igen. Nekem tegnap volt boldog születésnapot utólag. Most kezdtem előszülni, hogy betöltöttem a 30 at Felvágós. Felvágós. Én 15-ben kezdtem el őszül, vagy 15-ben mondták, hogy őszülök, és 10 nem, 12-ben mondták, hogy őszülök, és 11-ben kezdtem el festeni a hajamat amúgy. Szóval már 11 éve festettem a hajamat folyamatosan. De most nagyon olyan kis naturális színe van. Gondolkodom már valami őrültön, nem tudom. Olyan unalmas. Unalmas, barna. Barna. Hát tudjátok, ilyen sokáig nem is voltam egy hajszínnel egyébként, mint ezzel mostanában. Kitalálod a születésnapomat, feliratkozom. Tedd a kezed a monitorra. Tedd a kezed a monitorra. Várj. A jó spaklimmal megmondom neked. Hol a jó spaklim? Mármint tudjátok, a spakli, nem a pakli. <laughs> Na jó, a spaklimra nincs ráírva. Szóval nem tudom. Figyelj, akkor születtél, amikor anyukát kinyomott. <laughs> Remélem nem apukád volt. <laughs> lila vagy vörös vagy fúl szőke. Biztos, hogy nem nagyon szarul el a szőke. A szőke nem az én hajszínem. A vörös nem tetszik. A lila azt élveztem. Lila a hajszínt, azt nagyon éltem egyébként. Szia Gergő! Nekem nyárom a nagy képes úgy, nap képes úgy kiszívni a hajam színét, hogy csíkokba majdnem fér. Úú, az nice. Volt kékes-zöld hajam, az is volt már, nehéz fenntartani az a baj. Nekem csak a fél arcom őszül, félig vagyok öreg. A fél arcod őszül, az elég menő. És így őszül, vagy így össze-vissza, mert ha így, az elég király. Az olyan, mint mintha szándékos lenne, nem? Amúgy azt tisztelem, hogy nincs rajta smink. Á, nem kell tisztelni, csak lusta vagyok sminkelni igazából. Volt szőke, meg gesztenye, barna, olyan... Hogy... Mmm, micsoda line -up? Nekem volt szőke, rózsaszín, lila, vörös. Elég sok árnyalatban. Kék, zöld, fekete, a barna, platina szőke, szürke. Szürkiből nagyon szépek voltak. Volt pár, amit nagyon sikerült eltalálni. De azokat mind én festettem. Mm, nagyjából ennyi szerintem. Reggel van még ahhoz, hosszú, ilyen ami Nekem a nap úgy tudja kiszívni a hajam színét. Átmentem a azt, hogy kiszűkítettem magam. Az tök Én nem megyek napra, úgyhogy ezt nem tudom. Meg amúgy is nagyon kevés az... Ez itt az eredeti hajszínen. Ez. Ú, a paszter rúzsaszínt, azt én is ki akartam már próbálni, de az kimaradt nekem. A paszter rúzsaszín, az kimaradt. Pedig a pasztelszínek amúgy tetszenek, csak nagyon le kell szűkíteni a hajat. Rászín is kell volt, Nem, azért nem. Kopasz sem voltam. Ilyen nagyon extrém hajat volt már. Mielőtt elkezdtem streamelni, nagyon-nagyon. Ö... Nem, várjatok, javítom a mondatot. Mielőtt elkezdtem streamelni, sokkal extrémebb voltam, mint mióta streamenek. Azóta nagyon kis visszafogott vagyok. Szia, Ertez! Azelőtt olyan dekoltált ruhákban, meg feszülős nacikban jártam mindenhova. El sem hinnétek. Iskolában is úgy jártam, hogy idáig karkötő voltam mind a két karomon. Folyton ki voltam sminkelve. Folyton valami ilyen színű volt a hajam. Nem tudom, szóval... Szóval kb. minden. És így jött a streamelek ilyen kis... Ilyen kis... Hol? Már csak otthon kell... Már csak otthonka kellene, és minden oké okay lenne. Amúgy meg nem macskó nadrág, nem mackó nadrág van rajtam, hanem az egyik pizsomás, vagy a Batman pizsomám, jó? Mi a baj a Batman pizsomám? Kinek van baj a Batman pizsomám? Ma most rakja fel a kezét. Lusta lettél. a ah, régen is lusta voltam. Hogy, hogy változott? Az öltözködésem a stream miatt változott. Egyáltalán nem akartam kihívó ruhákban streamelni. Úgyhogy az az miatt a hajszíneim az azért, mert vissza akartam növeszteni a hajamat, mert nagyon durván tönkretettem, és azóta valahogy, valahogy nem jött rám az inger, hogy befestje, be, befestjem. Hogy majd jó, befestjem valami furcsa színre, úgyhogy nem kapott el az inger miatt Nem tudom, úgyhogy... Passz. A sminkelés az... Az egyszerűen a lustaságomnak a számlájára írható. Néha szoktam sminkelni, jó kis tipik virágmintás otthonka kék alapon, és kizárólag műszálas, nyilván poliszter. Miután a streamers rájöttél, hogy nem volt előtte semmi értelme az egésznek? Nem az, hogy nem volt semmi értelme, hanem emberek közé jártam. <laughs> emberek közé jártam, akik mindig megdicsértek, hogy jaj, de jó hajszél, jaj, de jó a sminket. És így, oké. Okay. Amúgy nem, a smink is csak annyi volt, hogy kihúztam a szemeimet, szóval nem kell elképzelni, hogy itt mit tudom én milyen nagy sminkelések voltak. Hacker, nem tudom, tegnap hallottad a bölcsességemet? De tudod mit? Tudod mit? Ma a legalapabb bölcsességemet hallhatod, ha egy tájlány leszólít az utcán, rúgtökön is fuss. Karkötőket simán lehetne hordani streamben, mert attól függ milyen volt. Megmutatom, hogy tegnap megtaláltam az egyik régi karkötőmet. Annyi hülyeség van ezekben a fiókokban. Ez az egyik régi karkötőm. És akkor ez mellé még a koponyások, meg a mit tudom én milyen különböző fülbevalók. Úristen, mennyi fülbevalót vartam. Szóval, csak az a baj, hogy ezek így ezek így zavartak a létezésben is egyébként. Ah! és akkor az mindig ki voltak festve a körmeim például, nem tudom, amikor költöztem el ide, volt egy ilyen költöző stream, és akkor mutattam, hogy nézzétek, mit találtam. Előkerült a lovagló pálca, meg az orosz kapitány sapkám. <laughs> Azok durva dolgok. Ilyen nekem is volt, meg szegecses övek. Azaz, várjál, a más is, még hordani is szoktam. Az a 20 soros acél kancsom, az izén van, a szekrény tetején van, de például ezt szoktam hordani, ezt a cipőt. Szóval azért még, még maradt így, maradt így belőlem dolog amit szoktam csinálni, meg ö, hordok, de egyébként... nem tudom. Meg a platform cipőket szeretem még a mai napig. Rockstar mód? Lennék Rockstar módban. <laughs> Hú, ilyen nekem is volt. Ja igen, igen. Szia Misi, hello, hello! kell van rajta, hogy akár gyilkos fegyver is lehetne, igen. És 15 centi, szóval 1,80 vagyok abban a cipőben. Most hugomnak volt ugye múlt héten, igen, múlt héten volt hugomnak a ballagása, ebben a cipőben voltam. Hát, <laughs> ahogy azok a nyolcadikasok néztek a cipőmre, Úristen, ez már harci eszköznek minősül. Csókolom a kacsókat. Igen, tudom, tudom, ez már önvidelmi fegyvernek minősül, alapvetően a cipőm. És az a vicc, hogy amúgy kényelmes az a vicc, hogy ez a cipő kényelmes. <laughs> nem tudom, azt hiszem volt egy 5 óra, amikor terepen hordtam, nem is betonon, hanem föld, füves földön is Na akkor már fájt benne egy picit a lábam. Jobb ez a gamer stílus szerintem, sose vágtam, miért kell annyira rockernek beöltözni, de persze senki nem egyforma. Mm, figyelj, ahogy komfortosan érzed magad egy csomó embernek ez a komfort zónája, hogy, hogy az öltözködésével kifejezi, hogy milyen réteg ne szóljon hozzá. És igazából nekem is lényegében ezt tükrözte a stílusom legtöbbször, hogy kifejezzem azt, hogy milyen réteg ne is gondoljon arra, hogy egyáltalán hozzám szól. Szóval így általán, vagy a középiskolában öltözködtem főleg, Ilyen módon volt egy annyira menő koponyás táskám, úristen, de imádtam. Szóval, ja. A jártam, a karkötői állandóan ott voltak, akkor a frufrum, az folyamatosan, az ugye, azok, azok a frufruk, azok így álltak. Nem is tudom, nem is tudom, hogy tudom meg úgy állítani a hajamat, mint annó. Szerintem nem egyébként de azóta nem, nem lóg, meg nem, nincsen frú meg nem lóg a szemembe a hajam, <laughs> Jézusom, az ilyen karen friszkó lett inkább, mióta meg lett ugye műtve a szemem, és így gondoljátok el, hogy még mindig így ez a, még mindig ez a stílus menne. Amúgy eskü jól állt akkoriban, akkoriban ez állt volna. na. De most már be se tudom állítani úgy a hajamat, meg se áll. Régen meg elképzelhetetlen volt, hogy ne így álljon a hajam valahogy valami ízébe, meg itt is oldalt úgy volt lenyírva most meg. Oh, menj innen. <laughs> most is jó lenne. Nyilván valahogy állna. Tudom, mi a fene? Elrontottam a hajamat. Na jó, akkor csak hát figyeljetek. Figyeljetek. A legkönnyebb, legkönnyebb hajfixálás. Csá. Meg van csinálva. <laughs> Na jó, ez is szörnyű. De nem számít. Na, megfixáltam a hajamat. Azért is jó ballagásra az a cipő, mert így mindent láttál. Ja, igen, így mindent láttam. 10-15 éve hordtam bakancsot, terep, nadrág, a betkós, csizmába, rocker, pólóba, meg pulóverbe. Ennyi. Én imádtam a betkósban járni nem tudom, így a bandás pólóim, meg az acélbetétes cipőim, meg a folyamatosan így álló hajam, az elég király volt, meg a fővaló, hogy kereszt volt, meg ilyen fülizé, és lógtak mindenfelé. Vilis nagyon szépen köszönöm a tizedik volt. Jó, jó reggel, 12 Feliratkozott. szépen a Szép tizedik hónap feliratkozást. Most csak így, így megtekintve a régi <laughs> Facebookos Profil képeimet, még abból is megmondjátok. Szia, Robi! Na, várjatok. Hol van? Most így, így megtekintve a régi Facebookos profil képeim, Na jó, ez azért elég menő, ezt, ezt valljuk be, ez király. Szia, Attila! Az a baj. fogalmam sincs, milyen Facebookos képeim, na várjatok. Fogalmam sincs, milyen képek voltak. Szóval, szóval ezek, ezek, ezek a profilképek. What the fuck? Ti vagyok rózsaszín meg nadrágban járok, imádom. Nem tudom, hogy nekem a rózsaszín az, az sosem tartozott a kedvenc színeim közé. Szóval ez is most szoknya, nagyon furcsa. Igen. Na, de például ez volt nekem egy átlagos nap az iskolában. a búmerség, tudom, tudom. De Facebookon maradtak meg ezek a képek. Szóval a hajam az folyamatosan így, mit tudom én. Ott vannak a kis karkötőim, húszsoros acélbetkósom. Így jártam suliban, úgyhogy. Csak a mai jó hát. már akkor is, de akkoriban még a cukrosat ittam, nem a cukormentesen. Hát érdekes volt. Érdekes volt, hogy mennyit változtam azóta. Na jó, azért ez az ultimate kedvenc képen magamról tessék. Ez, ez, az ultimate kedvenc képem. <laughs> Nézzétek meg, megy a cipőm a sebeim színéhez. Ezt a felsőt én csináltam. Én vartam. <laughs> Jaj, szövöm. Régi szép idők. Vissza sírodnál, egyáltalán nem. Én nagyon örülök, hogy, hogy már nem itt tartok az életemben. Na, itt például 16 éves vagyok ezen a képen. Azért van elfordítva, mert hogyha rendesen fordítod a képet, akkor látszik, hogy részeg vagyok itt. De szerintem idősebbnek néztem ki, mint most. Szerintem soha nem voltam orvosnál. Szemüveges voltam, de ez, ezt csak loptam valakitől. De amúgy szemüveges voltam. Három éve nem vagyok szemüveges kb. De így például mondom, idősebbnek nézek ki, mint most szerintem. De lehet, hogy csak az a kacsaszáj. Ah, a jó kis nyakláncom. Na mindegy, úgyhogy dolgok. Én ilyen kis szerettem extrémnek nézni saját magam. Nem tudom igazából, dolgok történik, fel sem ismernének nyilván. Ilyen impasszív rú. Hajszíneimről nincsenek feltöltve így nagyon képek, talán Instagramra volt régebben töltögetve, de így ennyi. Na, várjatok, nézzek még, hogy itt van-e valami. Akkor itt volt a zöldes-kék Ez már egyetemista voltam, amikor ez a hajam volt. Szia Raimond! Hello, hello, Ezután úgy szana szét szarrá festettem a hajamat, hogy le kellett vágni így ekkorára. Ekkorára volt levágva, de olyan kurva szarul vágták le, hogy utáltam. <laughs> de hogy ez például az volt. Jaj, a nyolcadik, hogy így középiskolás ballagásom. Milyen kis aranyos. Twin Peaks tuti volt dolog ezekkel a színekkel, volt, igen. Igen. Szóval most így, így jártam suliba egyébként a kis karkötőimmel. Itt is a kis karkötő, és az nem is az összes volt. Ott van a kis koponyás táskám. Itt félre, nem a kép elcsúszva, hanem félre van nyomtatva a táska. És tök olyan halús volt az egész. Ez meg Anita a kis kockás táskájával de itt is milyen kis vöröses volt a hajszíne ja, ilyen vörös volt a hajszíne éppen meg ez ilyen rezes, vörös fogalmam sincs, valami réz úgyhogy ja, durva milyen rövidek voltak a körmeim, te jó ég úgyhogy igen Valaki oda kommentelte, hogy Lesett tojod a privát üzeneteimet, úgyhogy kénytelen vagyok ide kommentelni a kép alá. What? Ez nagyon furcsa. Nagyon furcsa. Lehet, hogy nem hiába ignoráltam az üzeneteit. nem is az ismerősöm amúgy. Nagyon jó képek? I don't know. Már nem én vagyok, vagy nem tudom. Annyira nem tudok azonosulni önmagammal. Tudod? akkoriban így éreztem jól magam, mostanában így érzem jól magam. Örülök, hogy kikerült a hajam az arcomból, bár a pattanásos a homlokom úgy látszik is egy picit. Ezért, ezért még mindig adnám, ha lenne frufrum, csak nem bírom elviselni, hogy beleróg a szemembe a haja, mióta meg lehet műtve a szemem. Mióta látok azóta, nem akarok nem látni. Régen amúgy se láttam, szóval teljesen mindegy volt, hogy most látok, vagy nem látok. Általánosból ballaktam, úgyhogy ugyanolyan színűre befestettem a hajam, mint a nyakkendőnk volt. Az menő. Szia, Kopi! Alkoholtól is jönnek ki patik. De én nem alkoholizálok annyit. What? Haló? Most, most alkoholist tesztelt! <laughs> Mama! Ú -ú -ú -ú. Lehet, -e, hogy malkeszhoz a gyerekek. Azt hiszem, mennem kell. Azt hiszem, én elbújok. Én elbújok. Nem tudom, miért alkoholistáztak le azért, mert egy kicsit bolond vagyok, és ez csak alkohollal lehetséges, vagy, vagy szimplán csak alkesznak nézek ki, vagy azért, mert piros az orrom. Én elbújtam, jó? Én elbújtam, innentől kezdve ezt nézhetitek, is ennyi. <laughs> Pekendő a pati kellend rocker csalj, yeah. <laughs> Kicsit bolond? Igen, néha egy kicsit bolond. Én elbújtam. Én elbújtam. Engem, engem... Engem innentől nem abjúzálhattok. Még napszemcsit is felveszek így. Így né. Na ez a style gyerekek. Így Danna régen kemény, emós, bakancsos, rocker, mit tudom én. Danna most. Nézzétek milyen cuki a siba Tudom, nagyon cuki. Amúgy farka is van. Ott. Kis farka is van. Minden nap pöröghet így a stream mostantól. Bocs, nincsen üzé légkondim. Ez nem állapot, meg fogok sülni. Ennek örömére iszok egyet. Valahol már délután van, nem? teljesen rendben van. Valahol mindig délután van, úgyhogy nem kell aggódni. Na, várjatok. Nem is ez a szemüveg kell ehhez. Hanem ez. Ez mi a Így. Amúgy elfér alatta. Elfér alatta az is. <laughs> Egyre jobb! Hello, hello, jó reggelt! A másik jobb volt? Ó, oh. mi a bajod a rózsaszín szemüvegemben? Mi? Azt mondod, nem áll jól a rózsaszín? Alkoholista, és még a rózsaszín sem áll jól neki. Na jó, megaláztok teljesen ma. Én értem el. Az nem jó. Várjatok, majd így. <laughs> Majd így. Ha. Bár ezek medve mancsok, nem siba mancsok, de de attól még nagyot megy. Így együtt a kettő. <laughs> Gyorsan váltottunk az acélbetkós bakancsról, ugye? Látod, <laughs> John nevezetett a motor remeget, suhanunk, bulira hív a messzi távol. Elton John, Elton John, ez így nem mehet tovább. Elton John, csak még egy éjszakán át. Tegnap voltam szóbelin, végre ki tudtam magam aludni, és nem azon aggódtam, hogy mit, mikor kezdek el készülni a pótisgerad. Nice! Gigi, ez rohadt menő? Ennyi. Ennyi. Soha nem volt, egész életemben soha nem voltam menő, de örülök, hogy most annak tartotok. <laughs> amikor, amikor a különz, Mikor volt? Következő tédi kabát, igen. Mikor volt, amikor a különbség átcsapott a menőségbe egyébként? Szerintetek az én életemben? Nem hiszem, hogy akkor, amikor elkezdtem streamelni, akkor még nem tartott senki menőnek. Szóval a különbségemet nagyon ritkán tartották menőnek szerintem. De, de izgalmas ezt hallani. Honnan van munka és melyik? A köpeny vagy a... Vagy a moncsom? Amúgy ilyenből van még egy jeges is, szóval csak az a másik szobában van. Erre inkább nem válaszolok. Szóval akkor a soha. <laughs> a soha a jó válasz erre a kérdésre, ugye Kopi? Jól értem. Itt a hajammal nem tudom, mi történt, de ezt, mintha ide tartozna. A köpeny az a zéből van, miniszóból. Bár nem hiszem, hogy mostanában árulnak ilyen köpenyeket, az a baj. Mindig néztem, hogy éppen milyen aktuálisan új van, de ez a miniszóból van. Kajak azt játszunk is most, kapcsoltam, csak ezt a beszélgetős. Ja igen, délelőtt általában ö, beszélgető szokott lenni, vagy rejtvényt fejtünk, mint az öregek. Mondom, hogy 72 éves vagyok. Szóval ne abjúzáljatok azért, hogy rejtvényt fejtök, mint az öregek. Meg néha a Gio is szokott lenni, bár nagyon régen gio szereztünk. Pedig tudjátok, milyen penge vagyok benne? Litvánia, bármikor felismerem bármelyik fűszálláról. <laughs> Sudoku. Az a baj, hogy az nem olyan interaktív, és azért szokott inkább rejtvény lenni. Hogy egy kicsit interaktívkodjunk. 72-72. Pontosan? Micsoda, jegetsz, Matis? Nem tudok olvasni, ezért el... <laughs> Igen, van jeges medvés is, csak az a másik szobában ahol mondom, és lust vagyok átmenni érte. Szerintem egy kupac ruha alatt lesz valahol a puffon. <laughs> De hát mi jobb? mi? De hát mondjuk, hogy jobb felülre kettő. Tudjuk, láttuk. <laughs> professzionális geokesszere. vagyok. Mi van ma velem? Elfelejtettem beszélni. Amúgy képzeljétek el, Twitch, zseniális, küldött e-mailt, hogy most akár 55%-kal több reklámbevétel. Ajánlatok neked. És így, ha óránként 3 perc hirdetést futtatok, akkor 33 dollárt kapok érte. Hogyha oda raknának, egy nullát. Akkor lehet, hogy elgondolkodnék rajta, de ez még nem az a szint. Ma úgy beszélsz, mintha nem ebből élnél meg, ugye? Óránként nem, egy hónapra, egy hónapra 33 dollár. És ők mennyit fizethettek a Twitchnek azért, hogy ez a reklám megjelenjen? Hát gondolom, nem 33 dollárt. Szia dupla Zavarban vagy, nem vagyok amúgy zavarban. Nem, 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 nem lesznek reklámok. Amíg nem lesz milliós reklámbevétel, ha mondta addig. Amit a külföldi streamereknek, csak nekik dollármilliós, úgy addig hagyjuk. Szia, Balázs, elú, 33 meg 9 darab nulla dollárt. Nem, nem látom értelmét a reklámoknak. Én nem gondolnám, hogy ez elég nagy csábítás, ösztönzés a reklámok bevezetésére, úgyhogy ez továbbra is ugyanígy marad, hogy nem lesznek reklámok a csatornámon. Szándékosan bekapcsolt reklámok nem lesznek ugyanúgy, mint eddig. Egy millió, annyi a manyi, milliel, sútyulú, mútyulú, millió dollari. Így, pont, pont így. Mintha én mondtam volna, köszönöm szépen. Mintha én mondtam volna. Szóval a mai program az a raftonak a folytatása lesz délután. Aztán... Aztán holnap a hajót csinálom, ma elmegyek a hajót megvenni. Mikor megyünk rocker koncertre? Mi? Én Power wolf akarok menni ősszel, vagy télen lesz most Power Wolf megint itthon. Azon gondolkodtam, hogy megyek. Egy jó kis Werewolves of Örméniát olvasni, úr vagy olvasni, ordiálni, olvasni, mi a fa? Hajót, igen, igen, kopi, veszek modell hajót is, azt fogjuk összerakni, az annak királynő bosszúját, ledes verzióban, ö, ilyen 65 centi, ne, 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 hogy mekkora 65 centit mutattam, nem tudom mennyi 65 centi, na jó, tudom mennyi 65, hagyjuk, igen, szóval 65 centiszer, nem tudom mekkora, és holnap fogom kirakni streamben. Engedjétek, eh, Linda, csak engedd el, engedd el. Let it go, let it go. <laughs> Me where beware the daughter of the sea? Mi where I heard him crash his words carried across the ocean deep fogtára, hogy reggel van, így pontosan. Amint a hajó miatt kedvem támadt egy gyerekkorom kedvenc játékát, Sid Meier's Pirates, lol. Ahogy egy kis spoiler a szülinapi streammel kapcsolatban jöhet. Ugye jövő hónapban lesz a szülinapom, és nyilván kell valami, valami más stream, mint hogy csak játszunk. Szóval egy kis spoiler jöhet a szülinapi streammel kapcsolatban. Csak az, hogy mi lesz. Úgy is előtte elmondom. Másik streamer egy hete költözött el a platformról, mert három hónapig nem akarták kifizetni, plusz ő is kapott ilyen ajánlatot, hogyha te legyen a reklám, a 3000 forint pluszt kap, és csak annyit mondott, fuck this time out, és boldogan átköltözött másik platformra. Hát ez van, figyelj most nem hiszem, hogy a platform befolyás volt Bár ezt megértem, hogyha a basztak kifizet, nekem is volt egy hónap, amikor nem fizetett ki a Twitch, mert azt írta, hogy problémák vannak az izével, az addig tökéletesen 5 éven keresztül működő adataimmal, és így... What? What the fuck, Twitch? Are you drunk, Go home! És így ö, lefrissítettem, és igazából 10 napra rá megkaptam a kifizetést, miután izé volt. Most nyilván egyik platform sem lesz tökéletes, mindenki válassza meg ö, a stressz szintje alapján, hogy melyikre streamel. Ennyit tudok mondani. Szia szállán, hello, hello. Mondjuk magamból kiindulva, addigra úgy is elfelejtem. Saját szavikdal hozod magad zavarba, de minket sose zavar, legalábbis le engem tartatnék én éneklős koncert. Öt, ennyi koncert, csak ö, előfizetői stream. Biztos, hogy nem. 4 euró egy ebből a streamer 1 dollárt kap. Azért ez nem teljesen így van, de én is hallottam már róla, hogy valakinek sokkal szorabb a kifizetés. Most végeztem a tegnapi el, visszanézésével jó ötlet volt a bandát keresztezni a ellen. Annyi baj volt, hogy tényleg én már játszottam szinte az összes minigémmel, és ezért ezeket ismertem. De amúgy meg tök büszke vagyok magamra, mert ez nem a hátrájolás volt. Látnátok a többiek ellen, mit hátrájolok, és játszok Pamelben. Fú, na az. Na azon biztos, hogy totál kiég is lenne. Úgyhogy, ja. E de örülök, hogy, hogy lehetett élvezni azért. Én csak játszottam a... Ja, ezért nem szeretek pamelezni. <laughs> Ellenetek hátrájolok, szóval ne, ne, legyetek ilyen. Ilyen, ne gondoljátok úgy, hogy én ilyen kedves ember vagyok. Srácok el nem akartam hátrájolni. A játékunk az első menet, mindig csalás, annak a részéről, aki ismeri, nem volt meglepő. Ja, ja, ja. Mert nem kell diák munkára dolgozni. Jól van, hajrá, hajrá, kitartást a melóhoz. Ú, de imádtam a diák melóimat, nem. <laughs> Egyik diák munkámat sem szerettem. Nem igaz. Volt egy diák munkám, amin három hónapon keresztül azért jártunk be, hogy honfoglalózzunk. Az király volt. Ja, az király volt. És ott az egyik ö, munkatársam, valakit szédített az egyik csaj. Ö, szédített valakit a honfoglaló cset Honfoglaló csetin. Már így ismertek minket, mint a rossz pénzt a honfoglaló csetel, mert minden nap ugyanakkor fel felmentünk, és így egész napot voltunk. Nem tudtuk elterelni eleinte, hogy mit csináljunk, úgyhogy elkezdtünk honfoglalózni. Én sem szeretem csak el a pénznyaralásra, barátokkal bocs már. Ne haragudj, ne haragudj, nekem nem voltak ilyenek nyaralás meg, barátok. Én se csípem olyan, mintha rabszolga lennél, ha másnak kell dolgozni, én szabad ember vagyok. Hát jó, de nyilván nem engedheti meg mindenki magának, hogy, hogy ő legyen a főnöke Barátok? közös munka, szar, és pénzt sem kapok érte. Diákmelón vagyok, hezből felnőttként, napi bejelentéssel, jó kis nosztalgia. <laughs> Az ilyen, igazok a barátok. <laughs> ezek a ptsd is szavak, Linda, amihez DLC-t kell venned még a, még a zsebszó is, hogy meg tud így. Így kell pénzt szerezni, tanuljatok Danától. Hogyan? Be, kirabolsz egy bankot? Nem én mondtam, ha valakinek ilyen ötletet támadna. Szia Zsolt! Unokat a sommagszaborátom. Nem mindenki engedheti meg magának, hogy híres streamer legyen. Hát lennék, aki megengedheti magának, hogy híres streamer legyen. Még csak hírhet sem vagyok. <laughs> Még csak ismert sem, de ez, ez, semmi gond. Nem sok, szerintem idén meg lesz az 50 ezer követés a Twitch-en. Az már, az már elég nice számít, nem? Nem tudom, hogy magyar viszonylatban az, az hol helyezkedik el, de szerintem az 50 ezerrel már egészen jó leszek. Egyébként szerintem a top 50 legnézettebb streamer között sem vagyok benne, de ezzel nincs is semmi baj. Nekem van a legjobb közösségem, csak mondom. <laughs> Bankrablás 5 év jár, mi meg felvettük a hitelt 20 évre, így. Legalább kedves vagy ez a lényeg, meg intelligens, vagy csak intelligens, viccelek. Vicces biztos, hogy nem vagyok, szóval örülök, hogy azt nem írtad le. <laughs> a kedves. Néha szoktam valakivel. Anyukámmal. Meg a nővéremmel. <laughs> Twitch mindig tiget dob fel ajánlottként. Hát neked, de régóta nézel azért. <laughs> Meg gondolom hasonló kontenteket nézel, mint az R6, az általános csevegés, Ugye, amiben szoktam én is és akkor azoknak, akik ezeket nézegetik, annak van esélye, hogy feldob engem, vagy valami ilyesmi. Régebben, mintha lett volna olyan csatorna pontból kiváltható közösségi gyűjtés dolog, hogy a Twitch többet adjon ki téged ajánlottként. Azt nem is értem egyébként, nálam ez, ez nem jelent meg soha. Állítólag volt egy ilyen Twitches dolog, és volt, akinél láttam is ilyet, és így VTF? Ilyen van? Nálam ez sose adta ki, például. Szóval nem tudom, mi alapján működik ez a Twitch-es megtalálás. Nyilván, mióta a srácok... Mióta a srácokkal játszom, kibaszottul megindult a csatornának a követettsége is. Hát, a nézettsége akkoriban igen. Aztán így, így beállt egy ilyen köztes szintre egyébként. Szóval akkor is már egészen régóta csináltam. Mikor lesz ilyen rajongós találkozó? Nekem nem rajongóim vannak. Nekem közösségem van. Amúgy most volt nemrég közösség találkozó. Nem tudom, hogy a következő az, az mikor lesz. Ne, 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 ne. Mikor lesz kérdés? A család az erősebb. Követők. Közügyek vannak! Rajongós Ha rajongók akkor mindenki szobájában szóval a Danna poszterek vannak. Danna oltárok, én kis Danna oltárok, tudod. Mert olyan menő nekem oltárt építeni. Nem, nem az építsetek oltát. Szektalálkozó? Nem, nem, nem. A vallásomról nem tudnak. <laughs> az a modi felvételi teszt. Melyik? <laughs> A moderátor felvételi ezt, az más. 30 perc alatt kell építeni egy pici danna volt. Ilyen éhezők mi a alatt stílusú. Aki a legszebb danna voltált építi, az moderátor lehet a danna csatornán. Nem teljes testes danna, tehát kó. <laughs> nem, nem. A moderátor felvételi az az, hogy amikor azt mondom, hogy ő, amúgy igen, Ildikónak hívnak, és valaki beírja a csetre, hogy ilyen anyukámat is Ildikónak hívják. Na ez a felvételi teszt, hogy mit csinálsz azzal az emberrel, aki ilyet ír a csete, hogy anyukámat is Ildikónak hívják. Szerintem ez legalább 20 plusz alkalommal történt meg már a csatornán. Igen, egyébként a ban a jó megoldás. Nem. Nem, a, a, a ban, a ban gomb erre a jó válasz. Kéne csinálni egy játékban Donna karaktert, mint például Tom Brady, de... Bocsánat, jaj, kiszaladt. Öö, szóval én örülnék neki, ha a magyar tekes operátor Donna lenne, az mekkorát menne. Leöregeztek, látod? Itt már nem segít semmi. Gondolj bele, ha Erzsini, Erzsi lennél, a nagy, nagyim az Erzsó. Nincs baj az Erzsébet névvel szerintem. Mert akkor lehet, hogy besznek hivatnám magam, vagy valami ilyesmi valami nagyon modern, nagyon kaotikus verzióját a névnek. De helyette Danna vagyok, a Danna az tökéletes, az, az pont úgy hangzik, mintha modern lenne, de még senki nem hallotta. Csak magyar operátorok nem jönnek. Egyébként tervben volt a magyar operátorok régen, de azóta sem lett semmi a magyar operátorokból. Szóval én adnám, hogy jönnének magyar operátorok, tuti valami Józsinak hívnek, vagy ilyesmi. <coughs> karcsi lenne a, a tekes operátor, hogy uff, mekkora átmenne, nem? Szia, Zavi. Béla. Így, pontosan. Én anyukám is őszül. Karcsi. Vagy nem tudom, a női operátor lehetne -e szétadnám, szétadnám. Milyen MP5-tel hagyjuk már izével lennének? mindegyiknek pillangó késő <laughs> Nem tudom, vannak olyan nevek, amiket csak idősektől hallasz. Marika, Erzsébet, Ilonka, stb. Azért, mert akik mondjuk szerintem egy Ilona még mindig sokkal szebb név, mint egy Jennifer g -vel. Szóval, ja, én ma nem Kovács Ersébet. Szép név egyébként, nem tudom, hogy ez emi olyan vicces. Nincs ezzel semmi baj. Nincs ezzel semmi baj. Kicsit úgy érzem, hogy a magyar névadás is elkezdett így átvenni abba, hogy lassan el fogják engedni ezt az állam által hagyott keresztelkedést, szóval nív név, névadást a gyerekeknek, és egyszer csak az lesz, hogy adja azt, amit akarsz, Berta, az te név, Berta az full tehénő. Amikor azt mondod nekem, hogy Berta, akkor vagy egy nagycsöcsű német bajor asszonság sörrel, két, legalább két vagy négy korsú sörrel a kezébe jut eszembe, vagy egy tehén. Ja. <laughs> Berta az egy tehén név, nem már? Tudom hogy, tudom, hogy másoknak is adják ezeket a neveket, de nekem a Bertáról egy tehén jut Lehet túl öreg vagyok már a streamere... Mi? A streamerekhez, mert tök gyorsan adnak büntit is. Azt sem értem miért, aztán nyom is a lívet. Hát ez megesik amúgy. El kell olvasni a, a szabályzatát mindenkinek. Nekem egy dolog van, amiért harapok. Ami nincs benne a szabályzatban. Én ki vagyok attól, hogy minden fiú gyerek ma Beni, Zalán, Csongor, a jövő Józsi Béla és Géza nevei. Nekem Hunornak hívják az unokaöcsímet. Az szép név, nem? Először furcsa volt, de. De egyébként szép. Én örülök neki, hogy nem ilyen. Mit tudom én, milyen nevet adtak. Amúgy is nem rossz név, de valóban, valóban kicsit ez az átlagos lett. Talán meglátjuk egy 50 év múlva már nézheted a kis fluxus kondenzátor. Jaj, de arra is ez a kis fluxus kondenzátor, hallod ma az oviban? Ma az a kis fluxus kondenzátor, akkor átment, ment, olyat esett a gyerek, lefejelte a foci gizét kaput. Régies férfi nevekből nekem a koppány is bejön. Jaj, ne, én azt a nevet nem szeretem. Valamiért nem, nem, nem. Kicsi zombinak hívtak. Kicsinek zombinak hívtak. Amúgy amúgy izé mondtam a nővéreménknek, hogy adják azt a nevet a gyerekünknek, hogy zsombor, és akkor zombizzuk. Mamám, ó, úristen, a mamám annyira felháborodott srácok, hát azt hittem meglincsel. Azt hittem inkvizíciót indít -e a család ellen. Szóval, ja hívtam, ah. Pedig mekkorát ment volna zombilag, hívják a gyereket. Diák mert van, hogy Filip Kende. A Kende az régi név egyébként. Az egyáltalán nem új. A Filip az, az igen az ilyen nagyon magyarított verzió. Tegnap már mennél beírtam, hogy légy már le a saját neveteket, mert tök követhetetlen. Erre büntit kaptam. Az a baj, hogy, hogy így nem tudom. Igazából nem tudom. Visszament a srác 10 perc, hogy repetázzon hétköznapi felhasználása a fluxus kondenzátornak. <laughs> Másik rokonom keve. Szerintem az is régi név a keve, nem? Én a Kenisről hallottam, amikor így néztem, hogy mi van? Kenis? Az, az olyan, mint a Denis, csak nem az? Az vagy nem egy személyes a stream, hanem háromezre nézik, lehet, hogy Nem lehet csak hozzád igazodni. Hát meg just for fun szeretünk kirúgni a hámból. Vandai is szép név. Az is régi név a Vanda. De egyébként az sosem volt olyan menő szerintem. Nekem az én kedvenc lány nevem az a Lilla volt. Lilla. Azért, mert nagyon szerettem Csokonait. Ne Én imádtam a verseket, és csokonami i. miatt a Lilla név az nagyon-nagyon megtetszett. És a hugo ezért lett Lilla egyébként. Szia, Viktor! Minden oké, minden oké. A legdurvább név, amivel találkoztam, Lakatos, Jesus, Tetem. Ezt két lám. Ilyen nevet nem lehet adni. Ilyen nevet biztos, hogy nem lehet adni még magyarul hivatalosan. Ami kikészít, az az Iván Józsi Klaudia. Miért, mi a baj ezekkel a nevekkel? Az Iván az furcsa egy picit. Unokatesorimat, testvérek és anyukámnak, a tesójának nagyon-nagyon megtetszett az, hogy a nővérem is, meg én is íbetűsök vagyunk. És amikor addig aranyos, amíg, amíg ugyanazzal a kezdőbetűvel adsz a gyerekeidnek nevet, amíg találsz jó neveket. De az ő gyerekeit Ingridnek és Igornak hívják. Semmi közük az oroszokhoz semmilyen orosz felmenő nincsen, semmilyen izé nincsen, és így. Válasz saját betűt könyörgöm, amivel vannak még szép nevek, jó? Ugye a nővérem Ivet, én Ildikó, de a hugom az Lilla lett, mert nem találtunk több szép i betűs nevet. És így, jó, hát akkor lépjünk tovább. Johanna, Debura, Lakatos és bolyka. A bolyka az furcsa, de ha nézted a... A... Fú, mi volt a filmnek a neve? Nem tudom. De Juri Bojka! Mm, a kedvenc, kedvenc harcosom. Srácok, csak miatt akarok elkezdeni nézni ketrec harcot egyébként. Jurri <laughs> Bojka! Az vitathatatlan, köszönöm, igen, igen. Szóval a Bojka név nekem rohadtul tetszik, de csak ez miatt. Elköszönöm, még ide értél, pontosan, Minyon, pontosan. Jurri Bojka! Lány lettem volna, Amarilla lett volna neve. Nekem Natália is Ildikó között dölt el a nevem egyébként. Natália, nem is illene rám ez a név, te jó ég. Unokatesom, gyerekét Zillének hívják. Lány? De a Zill az egy lopott, Zsill az egy lopott automobil. Nekem az Ariel név a legkiakasztóbb egyébként, hogy az fiú név. Úgyhogy, ja. Unokatásóm Péter lett, de anyukám előbb találta ki. Ó. Uh. Uh, anyukám Esztert akart nekem, de mivel az unokatásom előbb született, és annyira tetszett a, a név az anyjának, az Eszter név azért, ő lett Eszter, és én már nem lehettem így Eszter. <laughs> Mi? Az férfi név? Igen, az Ariel volt középiskolában egy olyan iskolatársunk, hogy Sibrik Ariel. És így nézem, mondom, ez a lány korát ugrott. Mondja a tesi nem, ő fiú. Az volt a gyerek, hogy Sibrik Ariel Erik. Minyon 69 egy embert taszított szápságba. Minyon, nagyon szépen köszönöm, Gárkesszem, szemére az ajándék feliratkozást. Köszi szépen! Fiaim, Jaden és Jamie. Magyarországon nem? Gondolom, nem Magyarországon. Rosszul fejeztem, gondolom. Gondolom, nem Magyarországon éltek. Régen a nevek jelentése alapján, vagy a felmenünk neveit adták? Amúgy igen, igen. Az enyém az Amazont jelent, harcost, is illik hozzá, nagyon harcias típus vagyok, úgyhogy <laughs> vannak olyan nevek, amiket egy személyhez tudsz kötni, és lehet, hogy jobban megtetszik a név. Szerintem addig nem tudod, hogy mennyi embert utálsz ezen a világon, amíg nem próbálsz nevet adni a gyerekednek. Ez milyen trú amúgy. Addig nem jössz rá, hogy mennyi embert utálsz. <laughs> Nem, nem, Lichtenstein. Ah, aha. De menő amúgy, ez nagyon szép hely. Szóval szerintem a Jim és a Jaden az, az, azok még ilyen teljesen jó nevek. Amerikában is, ö... ugye az Amcsik is így annyira elviszik olyan furcsa irányokba azokat a neveket. Tuti nem lesz, akkor Ildikó a lányom. <laughs> Ennyi. Ez ekkora bölcsége. Én egy Lillát ismertem, és annyira kibaszott királycsaj volt, és nagyon-nagyon menő is belevaló, hogy, hogy így, így, teljes noki volt, hogyha a hugom is olyan lesz. <laughs> Mindig mondtam, jobb, hogy Peti lettem, az apám Jenő volt, nem szerettem volna az lenni. Jenőnek hívták a kövemet! Jencinek hívtam a kövemet. Volt egy Petrokom, akit Jencinek hívtam. Teljesen normális, hogy egy kő volt a házi állatom, ne kérdezzétek. Igazából nem háziállat volt, mert vadon élt Jenci. Ott élt a vasútállomásnál. Aztán egyszer csak elvitték. Azóta se láttam Jencit. Jenci volt a kő. Ez az egész családban elfogadott tény volt, hogy Jencinek hívják azt a követ. a Gergő nevet megszerettem, ennyi. Gyere, cíj, vagyunk sétálni. Ha valakinek van Dob nevű ismerőse, kérem jelezze, Dovakin. Dovakint ismerünk a chatről. Utána a nevem, mert az apám után kaptam, a Józsit is, meg a mostohám volt. Ó, oh, értem. Sajnálom, hogy utálod a nevedet. Egy darabig én is úgy voltam a nevemmel, hogy nem különösebben szerettem, de igazából nincs vele bajom, de úgyis mindenki dannáz, szóval ez megfelel nekem. Péter is külszik, lesz tök menő? Mint minden szülő, mi is egyedi különleges nevet szerettünk volna. Aha. Nem tudom amúgy, nem feltétlenül jó az egyedi és különleges. De például most azt hiszem a nem, ugye augusztusban fog születni, második gyerek, ő lány, és azt hiszem hanga lesz. Az is régi név egyébként, szóval nem ilyen nem ilyen New de What? hanga, hával, hanga, hanga. Már most sajnálom szegény gyereket amúgy ezért a névért. A Danna nép honnan jött? Kitaláltam. Azt hittem, hogy felfedeztem a spanyol viaszt. Én elhittem, hogy úristen, na most nagyon kitaláltam egy nevet. Hát kiderült, hogy nem. És mivel twitch sem volt egy Danna nevű felhasználó, már csak Dannasd lehettem. De ugye 2010... 2010-ben kezdtem el magamat Dannának neveztetni, de szerintem már 2009-ben is használtam a nevet de azt hittem, hogy feltaláltam a spanyol viaszt, és Danna név, úristen, na most kitaláltam valami újat. Hát kiderült, hogy nem. Twitchre 17-ben regisztráltam, és 18-ba kaptam meg Twitch-en a Danna nevet egyébként. Így rákerestem, hogy ki az a Danna, és írtam Twitch supportnak, hogy megkaphatnám-e a Danna nevet, mert hogy nagyon inaktív, négy éve az az ember, aki használja a nevemet, és... És tetszett? Így lettem Danna. Szerintem azóta is utál az az illető, akitől elvették a nevet. De nem baj. Már nem Dannas vagyok, hanem Danna. Úgyhogy ja, Tök valós névnek hangzik, ugye? Ugye? A Danna. Ilyet, ilyet lehet? Hát a partnereknek. Én is azért megvártam a partnerséget. Ezzel a dologgal, hogy, hogy panaszkodjak a nevemért is. Megpróbáljam elkunyarálni. Igen, igen. Szóval elértem a partnerséget, is, így elkunyaráltam a, a Danna nevet. <laughs> Biztosan úgy, hogy inaktív az óta is, ugye, ha akkor négy év volt. Egy kiló volt amúgy. Kokó. Szeretem a nevem, nem találkozok olyan sűrű, Richard nevű. Richard vagy Richardnak mondod? Mondjuk gondolom Richardnak. Pedig sok van. Amúgy nagyon sok Richard van. Ricsinek hivatják magukat. Ricsi. Ricsi Rich! Na jó, sejtök, viszont elköszönök. Elköszönök. Nem, nem az Annából lett. De egyébként a Dana név az olyan, hogy bár akárhányszor kérdezik, bárhányszor kérdik, mindig mást mondok egyébként, hogy mit jelent. Igen, szumos, a japán jelentése az, hogy mester. Én is azt hittem, hogy Diana, nem, nem, nem. Semmi köze a Diana. Igen, tudom, Diana, a budapesti lakos, nem. Semmi köze az Annához, Ildikónak hív. Mindig azt hittem, hogy Anna vagy. Nem. Amúgy, aki Donétel megtudhatja a teljes nevemet, csak mondom. Sellout helye. Mint a Joker. Pontosan olyan vagyok, mint a Joker. Igen, azért mondom, hogy egy hét kell a sztorikra minimum. Nem tudom, olyan 7-8 sztorit meséltem eddig, hogy honnan jött Anna körülbelül nagyjából. <laughs> sok, sok, fajta létezik már belőle. Amúgy az Anna szép név, meg a Kamilla is amúgy tök szép név, és az Adrián is. Azok tök jó nevek. Na jó, van megyek. Találkozunk délután 4 órakor, és akkor raftolni fogunk tovább. Tovább megyünk cápari és te, a kopol, két kopolt zseni. Addig megveszem a hajót. Igen, megyek, megveszem a hajót. Sziasztok, Pepes! Délután találkozunk!